legmagasabb pontjára felhelyezzük. Elérte a legmagasabb szerkezeti pontját a Pécsi Gyermekklinika most épülő új szárnya, ezért Bokréta avató ünnepséget tartottak pénteken. A gyermeksürgősségi és baleseti ellátás területét fejlesztik. Ennek során új korszerű műtőblokk épül, melyben három ultramodern műtőt alakítanak ki. A gyermeksebészeti osztály is átalakul. Itt elsősorban járó beteg ellátás körülményeit tudjuk javítani. A betegek oldaláról és a hozzátartozók oldaláról talán az egyik legkomolyabb fejlődés az az lesz, hogy a most létrehozott kórtermek többsége már eleve a szülő hozzátartozó elhelyezésének szempontját szem előtt tartva készült. Így a szülők együtt lehetnek a gyógyuló gyermekeikkel. A sebészeti részen pedig az új körülmények között folytatják az új technológiák alkalmazását, például a csonttöréses esetekben. A csontsérülést szenvedő gyermekekben olyan típusú rögzítő eszközök beépítése, amik, hogy úgy mondjam, fölszívódnak, tehát nem igényelnek eltávolítást, hanem egyszeri műtéti beavatkozással le lehet zárni az operatív fázist. Ilyen típusú eszközöket most is használunk, az új környezetben is nyilván ezt a fejlesztést fogjuk továbbiakban is erősíteni. A klinikai fejlesztés fontos Baranya és az egész régió ellátása szempontjából, emelte ki a megyei önkormányzat elnöke. Több évvel ezelőtt indult el ez a projekt a magyar kormány támogatásával, még annak idején Pécs alpolgármestereként a Pécs építési szabályzat rendkívüli közgyűlésen történi módosításával is gyorsítottuk ezt a beruházást, de meg kell említenem Csizi Péter korábbi országgyűlési képviselő kollégámat, akivel közösen együtt lobbiztunk, hogy a gyermeksürgősségi centrumok fejlesztésének körébe a Pécsi is be tudjon kerülni, hiszen ez egy országos program. A beszédek után a 13,5 méteres legmagasabb pontig húzták fel a Bokrétát a szokásoknak megfelelően. Az 1300 négyzetméteres beruházás 2,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A gyermekklinikán mintegy 3500 sürgős beteg felvétel és műtéti beavatkozás történik évente, és közel 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, fülészeti és sürgősségi járóbeteg rendeléseken.